Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal mennyire vagy elégedett? Nem az igazi? És mi baj van a jelenlegi világgal? Nem az igazi. Netán-tán ez a probléma? Igen. Az emberek azt hitték eddig, hogy a túlélés vagy a minél több pénzköltés miatt élnek. És akkor kezdenek majd rájönni, hogy nem, ez a, nem ezért születtünk? Vagy hogy van ez? Tehát az emberek azt gondolják, hogy, hogy azért kell, hogy minél több pénzük legyen, hogy minél többet költessenek. Nem? Erre, arra, amarra. Nem? Hát most, hogy most utazást vásárolnak, vagy valami anyagot, terméket, vagy bármit. Most ebből a szempontból részletkérdés. De az emberek azt gondolják, hogy ezért élnek. Na most emiatt viszont ugye megyünk befele a válságba, tehát ugye egyre nagyobb válságot fogunk megélni, és akkor a múltkor elemeztem, hogy ugye miből induljunk ki, hogy mekkora az infláció. Hát ugye két dologból lehet kiindulni, hogy, mekkora a pénzromlás mondjuk a vezető, tehát ahhoz a pénzhez képest, ami meghatározó. Ugye a világban a meghatározó pénz az a dollár. És utána ugye meg lehet nézni, hogy a dollárnak mennyire csökkent a vásárlóértéke, és a dollárnak a vásárlóértéke folyamatosan csökkent, tehát ami azt jelenti, hogy hónapról hónapra a vásárlóértéke kevesebb. Na most, és akkor ugye így elemeztem ki a múltkor is, és akkor valakit megpróbáltam megmagyarázni, hogy ez nem így van. Nekem, aki pénzzel foglalkozott hány éven keresztül, azt mondja, 7 éven keresztül, és pénzintézet vezető voltam, és akkor nekem akarja megmagyarázni, hogy miből kell kiindulni. Tehát ugye, ha megnézitek, a forint az a dollárhoz képest, hát jócskán romlott az elmúlt egy évben, tehát jócskán, tehát ilyen mondhatjuk azt, hogy több 10%-ot, és Amerikában az infláció, a bevallott infláció, tehát a hivatalos pénzromlás az 9,1% jelenleg. A bevallott. Na most az gyakorlatilag a bevallott az sose annyi, mint amennyi ténylegesen, hanem a bevallott az mindig kevesebb, mint ami ténylegesen van, és akkor Magyarországon beszélnek ilyen 10%-os inflációról. Hát ugye az euró csökkent a dollárhoz képest az elmúlt egy évben, és a forint meg jócskán csökkent az euróhoz képest. Tehát miről beszélünk? Tehát mikor a kenyér még egy évvel ezelőtt, mit tudom, egy kiló kenyér volt 300 forint, most meg 1000 forint, miről beszélünk? Tehát miről beszélünk? És most csak a kenyérről van szó, ami alapvető élelmiszer. És hát ugye az egyéb terméket is, ha megnézitek, mondjuk a sajt. Hát az is fölment. Hát körülbelül duplájára, sőt, már több, mint duplájára. Tehát most miről van szó? Mondjatok egy olyan terméket, ami az elmúlt egy évben csökkent. Tehát nem élelmiszer, bármi mást. Bármi mást. Egy olyan terméket, ami csökkent. Tehát az élelmiszerárak azok drasztikusan nőttek. Tehát ilyen 50-100%-ot vagy még többet.
minden, tehát a műszaki termékek is emelkedtek, a faanyagtól kezdve minden, építőanyag, minden emelkedett, bútortól kezdve minden, lakások, minden, amit el tudunk képzelni, egy olyan dolgot nem tudunk mondani, ami kompenzálná, ugye magyarul ellentétes, tehát csökkent az ára, és ezáltal csökkenteni az inflációt. Miről beszélünk? Ki az a barom, aki elhiszi, hogy 10%-os infláció van Magyarországon? Mert az egy tudatlan barom, nem tudok más mondani rá. Tehát, hogyha te ennyire elmebeteg vagy, hogy elhiszed, hogy 10% a magyar infláció, akkor te nem tudom, milyen világban élsz. Tehát így van, már mondom, az USA-ban sem 10% az infláció, mert 9-et vallanak be. Tehát egyszer nem értem az embereket, hogy milyen világban élek. Tudjátok, mit fog ez jelenteni? Ez. Azt fogja jelenteni, hogy mivel az emberek azt hiszik, hogy ezért élnek, amit le van írva, ezért bele fognak pusztulni abba, ha nem vásárolhatnak. Mert nem lesz pénzük vásárolni az emberek nagy részének. Érted? És bele fognak pusztulni abban, hogy nem vásárolhatnak. Mert nem lesz miből. Érted? Tehát az embernek a működését nem ismerik az emberek. Nem ismerik az emberek azt a fajta működést, hogy az ember, ha egyre boldogtalanabb, akkor halad a sír felé. Minél boldogtalanabb, annál hamarabb meghal. És a társadalom nagy részének a boldogság az a pénzköltés. Világos ez? Nem más. És a pénzköltésből, illetve a nem pénzköltésből, a pénztelenségből tudod mennyi válás lesz? Tudod mennyi válás? Tudod miért? Mert a pénztelenség miatt tudod mennyit fognak veszekedni az emberek? A párok. Ami azt jelenti, hogy a válások számát is meg fogja sokszorozni, a mértékét sokszorozni a pénztelenség. Ami annyit jelent, hogy gondold végig, akkor a pénztelenség és a párkapcsolati problémák összeadódása mit fog eredményezni? Halált. Tömeges halált. Oké? Eleve ott kezdődik, hogyha egy ember lemegy a depresszió szintjére, akkor megnövekszik benne az öngyilkossági hajlam. Minden depressziós emberbe megfogalmazódik az öngyilkosság. Mondom, minden depressziós emberbe megfogalmazódik az öngyilkosság. És onnantól már csak egy, ha nem lesz öngyilkos, csak egy kicsit kell rosszabb hangulatba kerülnie, és magától meghal. Természetes halálban. Tehát rá kellene arra ébredni, hogy az élet nem arról szól, hogy akkor érezzük jól magunkat, ha pénzt költünk. De ahhoz, hogy az ember erre ráébredjen, hát kellene egy kicsit tudatosabbként működni, tudatosabban működni. Egyébként a tudatlanság nem bűn. Miért fájdalmas? Mert minden problémád a tudatlanságodból fakad. Mondom, minden problémád a tudatlanságodból fakad. Ami annyit jelent, hogy egy probléma a legtöbb embernek vagy fizikai, vagy lelki, vagy mind a kettő fájdalmat okoz.
Ugye négyféle probléma van, van a betegség, az általában fizikai fájdalom. Van a baleset, általában az is fizikai fájdalom. Van a családi probléma, az már lelki fájdalom. Van az anyagi probléma, az is lelki fájdalom. És akkor lehet ennek kombinációja is természetesen ezeknek a problémáknak. Hát ami annyit jelent, hogy minél tudatlanabb egy ember a mai világban, tehát a mai világban, annál több problémát idéz elő saját maga számára és a környezetében lévő emberek számára természetesen. Ami elsősorban úgy hívják, hogy család. Tehát egy rossz állapotú ember mondjuk munkahelyen dolgozik, hibát hibára halmoz. Állandó kontrollra van szüksége, ami azt jelenti, hogy állandóan ellenőrizni kell a munkáját, mert különben hibát hibára halmoz. És nem csak a munkájában halmoz hibát hibára az ember, ha rossz állapotú, hanem mindenhol. Mindenhol. Másik probléma, hogy mivel egy rossz állapotú ember ugye másként működik, mint egy jó állapotú, ezáltal nem csak hibát hibára halmoz, hanem hajlamossá válik a nem cselekvésre. Megnézed, minél rosszabb állapotú valaki, annál inaktívabb. Egy depressziós ember teljesen inaktív. Teljesen. Fizikailag inaktív. Az azt jelenti, hogy gondold végig, hány emberrel nem lesznek elégedettek a munkaadójuk. Azáltal, hogy nem lesz képes vásárolni olyan mértékben, mint eddig, közel se, ezáltal rosszabb állapotba kerül, mert az emberek azt gondolják, hogy csak egy cél létezik, az meg az anyagi cél, ezt gondolják. És az anyagi célokat hiába tűzik majd ki, az anyagi cél eléréséhez mindig pénzre van szükség. Minden anyagi cél eléréséhez pénzre van szükség. És hiába tűzik ki, nem lesz elég pénzük. És mi fog történni? Rosszabb állapotba kerülnek, a munkahelyen hibáznak, úgy rúgják ki őket, hogy csak úgy fütyül. És képzeld el, akkor már lesz pénzügyi problémája is, még pluszba, nem dolgozhat, abból is probléma, párkapcsolati gondja is lesznek ebből a kettő következményeként, és elindítják magukat szó szerint egy spirálba lefelé, aminek a vége a halál. Világos ez? Tehát ez nem ijesztgetés, hanem ismerem az emberek működését. Sokkal jobban, mint a bolygó nagyon nagy része. Mint mondjuk a bolygón a lakosság 99%-a. Annál jobban ismerem az emberek működését. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen tudom, hogy mi lesz abból, ami várható. Érted? Tehát már nem a várható kategóriában vagyunk, hanem már abban vagyunk, hogy elindult a drágulás. Oké? Méghozzá olyan mértékben, amit nem éltünk meg. Tudjátok, mikor volt ehhez hasonló drágulás? Azt mondja, hogy mielőtt bevezették a forintot Magyarországon. A pengő végkorszakában. Értitek? Lehet, hogy nem lesz akkora infláció. Mert ugye az mikor volt? Az a háborút követően volt. Lehet, hogy nem lesz akkora infláció, tehát ne is legyen, de
De hogy nagy gond lesz infláció tekintetében, az biztos. Az biztos. Tehát most mondok egy példát, jó? Nem tudom, tudjátok-e, hol van a legnagyobb atomerőmű Európában? Nem, Ukrajnában, valami Zaporozsec, vagy mi a jó? Így van. És ugye azt az oroszok elfoglalták. Az ukránoknak meg nem tetszik, és ezek, amilyen hülye ez a Zelenszkij, ez még simán a működő atomerőművet meglövi, érted? Simán, amilyen barom ez a Zelenszkij. Na most, ha lesz egy ilyen, mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát dehogy nem, azonnal költözni kell. Abba a pillanatban, persze. Olvastam róla, igen. Abba a pillanatban, ugye addig, ameddig lehet, el kell hagyni a környéket. Hát minél messzebb, persze. Mit csinálsz? Mit? Dehogy zárják le. Szóval mondom, csak mondtam egy példát, mit csinálsz? Oroszország. Az ázsiai részében. Gondoljátok végig. Tehát itt nagyon durva milyen dolgok vannak. Lehet annak a atomerőműnek. Tessék? Milyen hatósugara lehet? Hát ugye emlékszünk a Csernobilra. Igen. Az bőven hatott, sőt még távolabb is. Így van. Így van, még távolabb is. Ugye, na most ez annál nagyobb erőmű, mint az volt. Tehát nem tudom, hogy Csernobilhoz képest távolabb van, vagy közelebb, mert térképen nem néztem meg. De gondoljátok végig. Hát lehet, hogy ne lehetne. Hát minél messzebb. Így van, másik irányba, persze. Így van. Ugye az a fura például, mikor, tehát keletről nem nagyon szokott jönni szél. És mégis, mikor a csernobili katasztrófa volt, éppen keletről fújt a szél. Nem érdekes? Pedig nagyon ritkán fúj keletről a szél. Tehát nagyon ritkán. Tehát ha megnézed, általában északról, nyugatról, észak-nyugatról, vagy délről, dél-nyugatról, érted? De keletről elvétve, és akkor éppen keletről fújt a szél. Érdekes volt. Nem is értettük, hogy a manóban, amikor keletről nem szokott fújni szél. Na mindegy, szóval ez most nem ijesztgetés, csak mit csinálná? Mit csinálná? Érted? Mert ugye, hogyha lezárnák az atomerőművet, akkor különösebb probléma nincs, ha megtámadják. Akkor van, hogyha működik. Nem egyszerű lezárnak. Hát nem, hát. Nem, hát. Így van. Hát így van, nem úgy, ahogy csak lekapcsolják. És mondom, ez a Zelenszkij, ez nem százas. Tehát ez nem normális egy ember. El kéne megkapni. Ez nem normális. De akkor nem lenne háború. Persze, most a Zelenszkijre szükség van, mert ő gerjeszti a háborút. Tehát ami azt jelenti, hogy egy érdekes világot élünk. Most gondoljátok végig. Tehát mi a manót csinál az ember? Jó? Tehát nem vettétek komolyan azt, hogy egy olyan világ felé megyünk, ahol annyi tartalékkal kell rendelkezned, ahol tudsz lépni. Érted? Ezt nem vettétek kellően komolyan. És az emberek nem veszik kellően komolyan, mert most én azt látom, hogy most égetik föl az utolsó tartalékaikat az emberek.
Tehát éppen a fiam nézte tegnap, hogy az autópályák itt Európában dugig vannak nyaralókkal. Érted? Ugye mert lehet már ilyeneket nézni. És akkor dugig, ugye térképen a Google-on. És dugig vannak nyaralókkal. Ami azt jelenti, hogy most égetik föl, mondom, a tartalékaikat az emberek. Tehát, szóval egyszerűen azt látni, hogy olyan fajta tudatlanság van, és olyan fajta helytelen célok vannak, ami miatt tényleg várható az, hogy emberek tömegei fognak meghalni. Hát mondom, az ember úgy működik, hogy addig él, míg van célja. Ez egy alapvető emberi működés. És ha az emberektől elveszik az anyagi természetű célt, akkor az embernek nem lesz célja, és meghal a legtöbb. Ha csak nem lesznek nekik szellemi céljaik, érted? De az jelenlegi állásban 4%. Az emberiség 4%-a. A 96% el sem tudja képzelni azt, hogy szellemi cél. Érted? Azt sem tudja, mi az. És ez az emberiség 96%-a, aki azt sem tudja, mi az, hogy szellemiség. Érted? Tehát sokan azt gondolják, hogy az a szellemiség, hogy valamilyen vallás képviselője vagyok, és imádkozok a Jóistenhez. Ez a szellemiség. És akire azt gondolja az ember, hogy szellemiség, az ilyenfajta szellemiség. Az közben ugye elsődleges, hogy az anyagi céljaikat megvalósítsa. És magát az egész vallást is sokan félreértelmezik. Tehát ahhoz, hogy az ember szellemileg fejlődjön, az nem kell egy vallásnak a tagjának lenni. Mert a vallással egy baj van. Minden vallásban van olyan lény, amire azt állítják, hogy Isten. És kérdés az, hogy az az Isten, az milyen etikus szellemlény? Ez a kérdés. Mennyire etikus szellemlény? És én úgy látom, hogy az összes vallás mögött, amely mögött van egy Isten, egyik sem egy magas entitás, tehát egy magas etikussággal létező szellemlény volt. Tehát egyik mögött sem. Tehát eleve úgy kezdődik, hogyha egy vallást hozott létre valaki, vagy indított el valaki, az nem abból a célból indították el, hogy az emberek visszakerüljenek abba a létformába, amiből jöttek. Márpedig az ember az minimum, maga a lélek, az ember lelke, az minimum egy angyal volt, mielőtt a földre került. És onnantól kezdve gondoljuk végig, hogy azt tanítják, hogy ebben az életedben tér vissza az angyali létformába. Bármelyik vallás is. Egyáltalán nem. De még a buddhizmus sem. Még az sem. Szóval a lényeg az, hogy érdekes világban élünk, és érdemes elgondolkodni, hogy
a saját jövődön. Na nézzük meg, mit is csinálunk. Coach képzéseink vannak, a coach azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát azért foglalkozunk ilyennel, mert 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lenni. De ahhoz, hogy aranykor lehessen ezen a bolygón, egy olyan időszakot kell megélni, ami a legtöbb ember számára komoly nehézséget fog jelenteni. Mert a nehézségek azok, ami kinyithatja az emberek tisztálátását. Ugyanis most az anyag az elzárja az embereket a tisztálátástól. Tehát az anyag az, ami igazából, inkább úgy mondanám, hogy az anyag felhalmozás az, ami az egyik legnagyobb probléma a bolygón. Tudjátok miért? Azért, mert minél több anyagot halmoz föl valaki, annál több a vesztenivalója. És ez azt jelenti, hogy az emberek a vesztenivalók miatt félnek. És a félelem az egy rossz hangulat, de nem a rossz hangulat kezdete. Mert ugyanis az ember onnantól kezdődik a rossz, az embernek onnantól kezdődik a rossz hangulata, hogy a félelmei miatt támad, ellenséges. Tehát mondok példát, hogy megértsük. Miért veszekedik két ember? Tehát csak veszekedésről van szó. Tehát nem csapdosásról van. Ütlegelésről, csak veszekedés. Nem egyetértés. Ugye két ember akkor veszekszik, hogy nem, ha nem értenek egyet. De ugye miért megy ez veszekedésbe? Tehát mi köze ennek a félelemhez? Azért veszekszel, mert félsz, hogy a másiknak lesz igaza. És ezért nem hagyod, hogy igaza legyen. Nem tudom, elég világos voltam-e. Ilyen egyszerű az oka. Oké? Tehát attól félsz, hogy a másiknak lesz igaza. Tehát, hogyha ráhagyod azt, amit mond a másik, akkor ezzel azt érzed, hogy neki volt igaza, mert ráhagytad. És ennek a félelmétől, hogy nehogy neki legyen igaza, belemész a vitába, veszekedésbe. Világos ez? Mert az, hogy vitatkozik két ember normális hangnemben, az a komoly probléma nincsen. Csak az a baj, mikor elkezdik fölemelni a hangjukat, a hangerőt. Oké? És ha lejjebb megyünk a hangulatban, akkor a következő ilyen jelentős hangulat az úgy történik, hogy két ember mondjuk oda jut a veszekedésbe, hogy verekedés lesz belőle. És tudod, miért verekszik, miért támadja meg az egyik a másikat? Azért, mert egyszerűen olyan, mint a kutya. Hogy a kutya akitől fél, és érzi az ő félelmét, a másik félelmét, akkor megtámadja a másikat. Tehát
Nekem volt egy ilyen nagy kutyám, ezt úgy hívják, hogy Bernát hegyi volt. Az az egyik legnagyobb kutya. Az semmilyen kutyától nem félt. De a kutyák féltek tőle a termete miatt. Ugye 80-valány kilós kutya volt. Tehát az megindult akkor is. Ugye, már a súlyától kifolyólag ugye letarolt mindent. Szóval a lényeg az, hogy, ugye én láttam olyat, hogy a kiskutya, a picike, mivel félt a nagytól, megtámadta a kicsit. Hát ugye a nagy röhögni tudott volna, akkor kiröhögte volna, mert a lába közt próbálkozott a kutyám kicsit. Igen, vicces volt. De mindegy, nem bántotta a kicsit, mert nem félt tőle. Szóval a lényeg az, de a kicsi az félt tőle. Tehát az ember pont így működik, hogy amikor valakitől fél egy ember, akkor támadja meg úgy, hogy fizikailag is megtámadja. Oké? Van is egy ilyen mondás, hogy legjobb védekezés? A támadás. A támadás. Így van. Tehát ha te azt gondolod, hogy, vannak olyan hangulatok, ilyen rosszabb hangulatok, amit nem a félelem vezérel, akkor óriási tévedésben élsz. És utána, ha lejjebb mennénk ugye a hangulatban, akkor már a félelemnél tartanánk, az ugye már egyértelmű lenne számodra, mert hát a félelem az félelem. De hát hogyha lejjebb mennénk, és eljutnánk a bánat szintjére, ami ugye egyenlő a depresszióval, akkor megint mondhatnád azt, hogy de hát ott már nem fél, mert ugye az nem félelem. Az egy olyan félelem, ahol az ember már attól is fél, hogy kommunikáljon másokkal. Érted? Tehát olyan mértékű félelemben van, hogy teljesen magába zárkozik. És már kifelé nyitottságot a félelmei miatt nem mutat, mert attól fél, hogy bármilyen kifelé irányuló cselekvése lenne, akkor ugye abból neki csak baja lenne. Tehát az összes rossz hangulatot a félelem irányítja. Csak más formában. Ami annyit jelent, hogy a félelem a legnagyobb problémája az embereknek, hogy félnek, és a félelem az a legrosszabb tanácsadó. Tehát amikor az embernek a döntéseit, vagy a cselekvéseit a félelem irányítja, akkor biztos, hogy helytelen döntést vagy helytelen cselekvést csinál, végez az ember. Tehát ha az ember tudatlan, akkor nem tudja, hogy maga az ember hogy működik, nem tudja, hogy ő saját maga hogy működik, és az ember nem tudja a működését, akkor nem is tud tenni az ellen, hogy tehát az ember amit nem tud, az ellen nem tud tenni. Nem tudom, világos-e. Tehát az ember csak az ellen tud tenni, amit tud. Érdekes, mert benne is van a nyelvünkben. Az ellen tudunk tenni, amit tudunk. Tehát amit nem tudunk, az ellen nem tudunk tenni. Tehát ez olyan, mintha mondjuk ne adj Isten, tényleg lenne az atomerővel valami gond, és nem jönnének a hírek arról, akkor nem tudnád, hogy létezik, és nem tudnál ellene tenni semmit.
Világos ez? Tehát az ember az ellen tud tenni, amit tudja, hogy létezik. Az embernek, az emberek nagyon nagy részének fogalma nincs arról, mutatom, hogy például hogyan működik ő saját maga. Tehát ő saját maga hogyan működik? Fogalma nincs. Hát ezáltal, hogy nem tudja, hogy ő saját maga hogyan működik, nem is tud azért tenni, hogy javuljanak azok a tulajdonságok benne, amik benne vannak az illetőben, amivel rendelkezik. És ugyanez, mert ide tartozik önismeret, az ember például nem ismeri a vérmérsékletét, akkor nem is tud a hibáit, nem tudja kijavítani. Tehát itt most csak két olyan dolog volt, vagy ami, az imént beszéltem róla, hogy itt van a hangulat, az ember nem tudja, hogy különböző hangulaton milyen tulajdonságokkal rendelkezik, akkor nem tud tenni azért, hogy ne legyen olyan hangulaton. Tehát minél rosszabb hangulatú egy ember, annál rosszabb tulajdonságokkal rendelkezik. Minél jobb hangulatú egy ember, annál jobb tulajdonságokkal rendelkezik. De az emberek nem tudják azt, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezhet akkor, hogyha rossz hangulatúvá válik, vagy már rossz hangulatú, akkor nem tud tenni az ellen, hogy az ne legyen. Világos ez? Tehát az emberek azt gondolják, hogy ugyanolyan jól működnek most, mint mikor jóval jobb állapotban voltak. Márpedig minden ember volt jóval jobb állapotban. A máskor, nem gyerekkorában. Csak sok ember nem emlékszik a gyerekkorára, és nem emlékszik arra, hogy akkor milyen jól tudott működni. Sőt, már sok ember arra sem emlékszik, hogy milyen jó volt akkor, mikor jó hangulatú volt az élete. Tehát az ember hajlamos arra, hogy egyszerűen beleragadjon abba az életbe, amiben van. Tehát beleragadjon. Még akkor is, hogyha annál volt jobb élete. Márpedig még egyszer mondom, tudni, hogy volt. És az emberek azt gondolják, hogy nem ők határozzák meg a saját életük alakulását, ami egy óriási tévedés. Mert mindenkinek a saját élete, illetve életének az irányítása, az a saját kezében van. Csak lehet, hogy sok ember ezt az irányítást kiadja a kezéből. Tehát, ha azt gondolod, hogy nem tőled függ az életed, hanem a körülményeidtől, akkor szeretnélek megnyugtatni, hogy a körülményeidet te hoztad létre. Oké? A te döntéseid, következményei, a körülményed. Oké? Illetve következménye a körülményed. Vagy itt van például a személyiségfejlesztő, coachképzés. Ez mindig saját magunkról szól. Mindig arról szól, hogy mi emberek hogyan működünk, és mások a környezetünkben hogyan működnek. Tehát például, hogy az energiák hogyan hatnak az emberre. Ezek ugye mind erről szólnak. Csak kicsit más nézőpontból.
vagy éppen most ezt a képzést tanuljuk, ugye ez a képzés van, az elnyomás feloldó kocs. Tehát ha megnézed, ennél nagyobb elnyomást a te életedben nem tapasztalhattál, mint az elmúlt években van. Tehát ehhez képest az 50-es évek hidegháborúja az nudli volt. Az nudli volt. Tehát az azt jelenti, hogy fogod ezt feloldani, ezt az elnyomást? Ami, ha megnézed, nem csökken, hanem fokozódik. Tehát maga az elnyomás, az két dolgot hoz létre. A szabadságod korlátozását, ez az egyik, és a biztonságérzeted korlátozását. És ha most megnézed, pont ez van. A szabadságjogok korlátozódnak, és ugye egyre kevésbé érzik magukat az emberek biztonságban. És az elnyomás ezt hozza létre, hogy az emberek, ha nincsenek biztonságban, akkor féljenek. És ugye a szabadságjoguk pedig egyszerűen ez azt jelenti, hogyha egy ember nem érzi, hogy szabad, akkor nem is tud boldog lenni. Tehát a boldogság feltételeinek egyik része a szabadság. Tehát az, hogy az ember boldog legyen, nyilván szükséges hozzá, hogy képes legyél egészségesen élni. Csak most mondok erre példát, jó? Több olyan ismerősöm van, akik vettek COVID-tesztet, azért vettek COVID-tesztet, majd mindjárt mondom, tehát vettek COVID-tesztet, ugye ez egy ilyen nyálteszt, és kimutatta azt, hogy az illető COVID-os. Oké? Nézzük a tünetet, jó? Szokványos megfázás, hőemelkedéssel vagy lázzal. Oké? Tehát hőemelkedés és láz. Tehát vagy volt láz, vagy nem. Vagy csak hőemelkedés. Na most, ha jobban megnézi az ember, mit tudom én, x évtizedet élt, hányszor volt ilyen tünete? Egyszerűen megszámolni se tudjuk. De egyetlen egyszer sem mondták rá régen, hogy COVID. Érted? És most, COVID-os lettem, jaj, mi lesz? De ilyen tünetet végigélt már vagy 26 élete során legalább, érted? Ha nem többet. És simán túlélte, és eszébe nem jutott, hogy jaj, mi lesz velem, mert COVID-os vagyok. Érted? Most gondold végig, elérték az embereknél azt, hogy majrézzanak, ahogy szoktuk ezt mondani. Hogy van egy szokványos problémája, betegsége, érted? És akkor ráfogják, hogy COVID. Na most, hát ez mi, ha nem elnyomás? Ez mi? Ez mi, ha nem elnyomás? És akkor kérdezem én, hogy
hogy vajon az, hogy az ember így működik, hogy egy szar náthától is megijed, meg egy kis hőemelkedéstől tele lesz a gatyája, ez vajon mennyire segíti az ő hangulatának a javulását, és mennyire segíti azt, hogy az életben helyesen cselekedjen, helyes döntéseket hozzon, vajon? Tehát mennyire támogatja az ilyenfajta dolog, az ilyenfajta gondolkodás azt, hogy az ember egyre több dologtól féljen. És ugye minél több dologtól fél, annál közelebb van a temető. Csak nem úgy, hogy kimegy lábon, tudod? Hanem viszik. Így van. Bár én ismerek olyat, tényleg ismerek olyat, hogy kiment a temetőbe meghalni. Nem vicc, ez komoly. Elment egy temetésre, és a temetésen meghalt. Saját lábán elment egy temetésre, Mariannak egy nagynénye volt így. Saját lábán kiment egy temetésre, érted, egy ismerősnek a temetésére, és már onnan nem is kellett elhozni, érted, mert ott halt meg kint a temetőbe. A temetéskor halt meg. Igen. Nem okozott nagy gondot a családnak. Elég morbid, de ez van. Így van. Na most, vagy itt van például, ugye szintén a boldogság coach szemeszter keretein belül mondjuk az önbizalom kérdése. Na most ezek a fajta ijeszgetések vajon az embernek az önbizalmát mennyire csorbítja? Hát az emberek többségének biztos. Tehát biztos, hogy kevesebb most az önbizalma az emberek nagy részének, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. Az hol biztos? Tehát akik így félnek mindenféle dologtól, azoknak az önbizalma jelentős mértékben lecsökkent. Tehát pedig az önbizalomra elég nagy szükség lenne. Tehát az embernek nem félnie kell, hanem megoldásainak kell, hogy legyen adott helyzetre. Érted? Tehát tudjátok, hogy gondolkodnak a fentiek? A fentiek úgy gondolkodnak, hogy nem létezik olyan, hogy probléma. Olyan nincs. Olyan van, hogy megoldásra váró feladat. Tehát ez így működik. Odafent. És úgy működik odafönt, hogy nem félnek semmitől. Tudod miért nem? Mert mindenre van megoldásuk. Érted? Tehát olyan nincs, amire ne lenne megoldásuk. És gondold végig, ha te úgy tudnál működni, hogy mindenre lenne megoldásod, akkor mitől félnél? Akkor nem lenne félelem. Oké? De ahhoz, hogy mindenre megoldás legyen, mire van szükség? Minél magasabb szintű tudásra, minél több tudásra. Az élet különböző területein, nem? Tehát ugye tudást honnan szerezhet az ember? Hát vagy tapasztal, nem? Megtapasztalja a tudást, vagy megtanulja a tudást, nem? Na most
sok minden lehet az embernek az életében, amit úgy hívnak, hogy probléma. És mindent szeretné megtapasztalni? Akkor elég rövid életed lesz, ha mindent szeretné megtapasztalni. Megtanulni könnyebb, mert sok mindent megtanulhatsz, amit nem kell feltétlenül, meg kell a saját bőrödön megtapasztalni. De az is egy megtapasztalás, hogyha nem téged érint az a dolog, az a probléma, de rálátásod van arra a dologra. Érted? Csak ugye egy kérdés van, hogy hogy kezeled azt a helyzetet, hogyha mondjuk azt a problémát ugyan nem te éled meg, de mondjuk egy közvetlen hozzátartozód éli meg. Tehát mondjuk tételezzük föl, te anya vagy, és azt a problémát nem te éled meg, hanem a gyereked. Akkor hogy fogod kezelni ezt a dolgot? Hát ez az, mert hogyha nem jól kezeled, akkor ugyanúgy megvisel, mint hogyha veled történt volna az a probléma. Na most gondold végig, régen mennyivel egyszerűbb volt ez. A nagyapám az lent élt 360 kilométerre, ahhoz képest, ahol anyu fölköltözött. Azóta már rövidebb a távolság, mert autópályát csináltak. Előtte meg így kellett menni, most már mennyivel? Azt mondja, hogy 45 kilométerre rövid. De azért, mert autópálya van. Na, szóval 360 kilométerre lakott nagyapám. Anyutól, a lányától. Ugye anyu az ötödik volt a sorba. És nem volt telefon. Volt telefon, de mit tudom én, mondjuk a postán volt telefon. Érted meg? Ha telefonálni akart, akkor a két postára el kellett menni az embernek, egyszerre így van, és akkor tudták egymással beszélni. Amit én nem láttam, hogy valaha is csináltak volna anyámék meg nagyapám. Tehát, hogyha ők értesülni akartak a dolgokról, akkor vagy leveleztek egymással, hát vagy találkoztak. De mivel 360 kilométerre laktak egymástól, és 9,5 órás közlekedés volt a kettő között, 9,5 órás, az volt a legrövidebb idő, jó, ezért nem olyan sűrűn találkoztak egymással. És szerinte tudta a nagyapám, hogy mi van édesanyámmal? Én azt láttam gyerekként, hogy szinte naponta veszekedtek. Szerinted nagyapám tudta? Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy ugye én láttam olyat, hogy ugye itt volt a anyám húga, és annak is voltak gondjai, nem kevés. De az ő édesanyja, ugye azért édesanyja, mert ugye a mostohája szülte, sem tudott arról, hogy mi volt itt Pesten a édeslányával. Érted? És ezáltal nem is idegesítette magát. Most pedig egy olyan világban élünk, az emberek hót fölidegesítik magukat azon, hogy kivel mi történik a családban, nem? Tehát most gondold végig, ha fölidegesíted magad azon, hogy mi történik mondjuk a környezetedben lévő emberekkel, akkor vajon mennyi tapasztalatot szűsz le belőle? Nulla. A nulla. Mondjuk, ha kívülállóként néznél egy dologra, akkor lehet, hogy ez könnyebben menne, nem?
Mármint egy kívülállóval történne valami. Sokkal objektívebben tud az ember ránézni, reálisabban tud ránézni egy teljesen kívülállónak a problematikájával. Bár lassan már elérték az embereknél, hogy valakivel történik valami az országban, és ott van a hírekben, és akkor ott sajnálkoznak emberek. Sajnálnak vadidegen embereket. De hát ez kinek a problémája? Az övé, aki sajnálkozik. Nem? Tehát már lassan elérték ezt. Képzeld, a múltban még azt se tudták az emberek, hogy mi van a saját gyerekükkel, érted? Hát nyilván a szomszédban lakott, akkor tudott, tudta. De egyébként a távolabb nem, akkor nem. Már ha öt falura lakott, akkor sem tudta. Érted? Nem kellett ahhoz 360 kilométer. Tehát ezt most miért mondom? Mert most gondold végig, hogy ha te környezetedben történik valami probléma, és téged mondjuk csak nem annyira megvisel, mint akivel a probléma történik, akkor az vajon jótékonyan hat a saját önbizalmadra? Nem. Tehát attól teremtőbb leszel? Jobban fogsz működni az életterületeiden? Hát ugye biztos látjátok, hogyha valaki gondokkal terhelt, akkor az az egész életében, a mindennapjaiban rányomja a bélyegét a működésére. Ezt biztos észreveszitek. Nem? Igen. És hogy fogod megoldani, vagy hogy oldod meg ezeket a dolgokat, hogy ne viseljenek meg dolgok? Ne viseljenek meg történések. Hogy fogod megoldani? Tudás nélkül. Hogy fogsz teremteni? Most gondold végig, egyre több és több probléma lesz az emberek életében. Ez azt jelenti, hogy megviseli őket, az önbizalmuk még lejjebb esik, még több hibát követnek el. Tehát hogy fog ez működni tudás nélkül a legtöbb ember számára? Hát a mélyrepülés, így van. Érzelmi mélyrepülés. Így van. Tehát látni, hogy itt volt két év lezárás. Tehát két évig az emberek nem nagyon mehettek. Most mehetnek, de mégsem lettek olyan hangulatúak, mint 19-ben. Érted? Tehát az emberek közel nem olyan jó állapotúak, mint 19-ben voltak. Pedig most már mehetnek. Tehát ami azt jelenti, hogy ez a két év, ez a legtöbb emberben nyomot hagyott. Méghozzá tartós nyomot hagyott. És most gondoljátok végig, hogyha ez tovább megy ez a dolog, már pedig tovább fog menni, akkor még nagyobb nyomot hagy bennük. Tehát még rosszabb állapotban lesznek. És tudod, az lesz a legfőbb probléma, hogyha mondjuk neked van egy párod, és ő mondjuk nem tanul itt, és te itt tanulsz, és ő gyakorlatilag kilátástalannak fogja látni a dolgokat, te meg nem. Ez is létrehoz egy konfliktust a két személy között. Érted? Hogy teljesen másként láttok majd dolgokat. Mert ugye az fog történni, előre mondom, hogy az emberek egyre
inkább kilátástalannak fogják látni a jövőt. És ez nem majd, ez elég gyorsan bekövetkezik. Tehát nagyon érdekes egyébként itt az egész, mert most ha egy kicsit körülnézel, akkor itt van a szomszédunkban egy háború, akkor most van egy összetűzés Izraelbe. Igen, a dzsihádokkal. Igen, a dzsihaddal, igen. Ott most rakétákat lövögetnek egymásnak. Így van. És most van egy már harmadik is már Kínában. Ugye Tajvan. Akkor ugye nem csak ott van, akkor most a Dél-Korea is kikérte magának, a Észak-Korea akarom mondani, kikérte magának a dél-koreai látogatást az amerikai, mit tudom én, ennek a hölgy, mit tudom én, hogy hívják. Akkor, tehát azt gondoljátok, hogy ha esetleg befejeződik itt az ukrán háború, akkor itt nem lesznek további olyan dolgok? Érted? Hát világháború nem valószínű, hogy lesz, de ilyen a helyi háborúk miatt, tehát a helyi háborúk az jó ürügy a népességnek, a népesség hangulatának a rontására. Érted? Ez egy baromi jó ürügy. És a tudatlan emberek ezt meg fogják cumizni. Szó szerint. És szopni fognak, mint a boci. Oké? Emiatt. És utána mindig mindenre rá lehet fogni majd, érted, az összes ilyen csetepatérre, hogy emiatt van ez, meg emiatt van az, meg stb. Érted? Tehát ezt gondoljátok majd később, jó, hogy én ezt szóltam előre. Tehát ez a háború rá lehet most fogni dolgokat, utána rá lehetett fogni a vírusra mindent, érted? Tehát ezt nem fogják abba hagyni. Elkezdődik a vírus. Ami azt jelenti, hogy fent fogják tartani ezt a félelemben tartást, annak és ezt az egész gazdasági problémákat, a gazdasági problémákat ezekre fogják ráfogni. Oké, tehát nem arra, hogy direkt tönkre akarják tenni, meg akarják szüntetni a középréteget. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan világba érkeztünk, ahol egyetlen egy megoldás van, hogy átlásd magát a dolgokat, de ehhez látni kellene az embernek és az életnek a működésének a részleteit. És az ember minél jobban ismeri az élet és az ember működésének a részleteit, annál könnyebben átlát ezeken a törekvéseken. Mert ugye az a kulcskérdés mindig, hogy átláss ezeken a törekvéseken, és ha átlátsz rajta, akkor lesz megoldásod, mert nem lesz félelmed. Érted? Mert azzal kezdődik a baj, hogyha nem látnak át az emberek ezeken a törekvéseken, ami folyik a világban, akkor elkezdenek félni. És a félelem az a lehető legrosszabb tanácsadója az embernek. Jó, úgyhogy hát gondolkozz el azon, hogy érdemes lenne tanulni, és hol tudsz olyan területeken képzést kapni, ahol
mondjuk minden életterületre kiterjedő tudást kaphatsz, illetve teljesítheted az ember fejlődését ebben az életedben, és felkerülhetsz a küldetés szintjére, hogy bejuthass az aranykorba, felkerülhetsz utána az aranykorban a beteljesülés szintjére, hogy a magasabb létformába visszakerülhess. De ha neked szimpatikus ez a fajta földi lét, ami van, meg ami lesz, hát akkor nem kell tanulnod. De hogy nem leszel hosszú életű, az biztos. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!